Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök január 10-én hétfő este a Tatai Televízió Tallózó című műsorát láthatják, ahol az elmúlt hét legfontosabb híreit foglaljuk össze még egyszer. Tartsanak velünk mai adásunkban is! A hagyományokhoz híven idén is koncerttel köszöntötte az új esztendőt Tataváros. A sportcsarnokban a 100 tagú cigányzenekar készült ünnepi műsorral, ahol Mihő József polgármester is beszédet mondott. Összefoglalónkat január 3-án láthatták. Berki László vezetésével Johann Strauss Denevér című operájának nyitányával kezdte ünnepi műsorát a Városi Sportcsarnokban a 100 tagú cigányzenekar. A Magyar Örökségdíjas, világszinten is egyedülálló formáció 60 tagja sokszínű repertoárral üdvözölte Tatán az új esztendőt. A hagyományos koncert alkalmával mondta el újévi köszöntő beszédét Mihő József polgármester, aki elsősorban azoknak a közösségeknek mondott köszönetet, akik munkájukkal, kitartásukkal hozzájárultak a járványügyi nehézségek leküzdéséhez. Boldog új esztendőt, Tata! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm nagyon munkatársaimnak, a Városkapu ZRT-nek, a csarnok működtető Városgazda Kft-nek és minden munkatársunknak az együttműködését, segítségét, hogy ez a mai este létrejöhetett. És természetesen nagy-nagy szeretettel köszönjük a 100 tagú cigányzenekar jelenlévő 60 tagjának, hogy úgy döntöttek, hogy a szilvesztert vagy lerövidítik, vagy kibírják, és eljönnek hozzánk január 1-én újra egy nagyszerű koncerttel. Két évvel ezelőtt a Covid-ról még van túl sokat nem tudtunk, a járványról még túl sok tapasztalásunk nem volt, és akkor a Vaszari sportcsarnokában láthattuk vendégül a zenekart, sokan a jelenlevők közül ott is megmutatták a fantasztikus zenei tudásukat és azt a gyönyörűséget, amivel megörvendeztettek bennünket. Azt reméljük, hogy az idei esztendőben azzal, hogy ezt az évet is úgy kezdjük, hogy velük muzsikálunk, velük szórakozunk, tőlük hallgatunk nagyszerű zenét, ezzel a kerettel egyszer és mindenkorra a Covidot is megpróbáljuk lerendezni itt a városban, ami persze még egy kicsit talán túlzásnak tűnik, főleg most, amikor újra halljuk, hogy újabb hullámok érkeznek, de hát mi a Vizek városában élünk, tehát itt azért a hullámok nem annyira veszedelmesek, azért azokat mi már jól megtanultuk kezelni, és azt reméljük, hogy valóban sikerülni fog a következő esztendőben megmenekülnünk a Covid-tól is. Ilyenkor új év első napján mindannyiunkban a hála és a remény. Ez a két fogalom az, ami a legtöbbször talán előfordul. Mert hogy végig gondoljuk tegnap este és tegnapi napokban, tegnap, illetve az előző napokban, akarva akaratlanul is egész biztos, hogy mindannyiunkban föl jöttek azok a gondolatok, hogy mi történt velünk az elmúlt esztendőben, mi mindenért kell hálát adnunk. Elsősorban a családunk felé, a gyerekeink felé, házastársunk felé, a nagy család tagjai felé, és a közösségünk felé is mi minden hálával tartozunk. Én is most itt szeretném megköszönni, családomnak már megtettem karácsonykor, szeretném megköszönni a nagy közösségnek is, a városunknak is, mindazt a támogatást, azt a szeretetet, azt az odafigyelést, amivel a város továbbépítése, a város gazdagítása iránt az elmúlt esztendőben munkálkodtak. A Jóisten fizesse meg százszorosan mindenkinek azt a munkáját, amivel a közösség építéséhez hozzájárulunk. Köszönjük természetesen azoknak is, akik talán nem túlzás mostanában, pláne nem túlzás azt mondani, hogy a legnagyobb munkát végezték, ők pedig az életmentőink, az orvosok, az ápolók, a mentő munkatársai, a patikusok, a gondozónők,
szociális szférában dolgozók, de folytathatjuk hosszan a sort a pedagógusokkal, üzletekben dolgozók, és így tovább. Mindenki valamilyen módon részt vett abban, hogy túléljük, és csak azért is kibírjuk ennek az átkozott járványnak a hatását. Hálás szívvel gondolunk rájuk is, köszönjük nekik is azt a munkát, amit elvégeztek. Köszönjük persze mellettük azoknak is, akik a lelkünkkel foglalkoztak ez alatt, a papjainknak, lelkészeinknek is hálásan köszönjük a támogatást, az erősítést, a bíztatást arra, hogy sok-sok minden ilyen nehézség történhet velünk az életben. Egy dolgot nem szabad ilyenkor tennünk, hogy elhagyjuk magunkat, elengedjük magunkat, megadjuk magunkat, hanem az a dolgunk, hogy bátran álljunk csatába és védekezzünk, és oldjuk meg a nehéz szituációt, a nehéz helyzetet. Köszönet tehát mindenkinek azért a küzdelemért, amit az elmúlt esztendőben a gyógyulásért, a Covid kivédéséért végeztek. A jövőre vonatkozó reményeink pedig szintén elsősorban a családból indulnak ki. Mindenkinek tiszta szívből kívánom, hogy a drága családja épségben tudja segíteni, védeni, bíztatni, megerősíteni, a gyermekeiről tudjon gondoskodni, az öreg szüleiről, hozzátartozóiról szintén, legyen mindig lelki ereje, meg fizikai ereje is ahhoz, hogy ne elengedje, ne elveszítse őket, hanem mindent megtegyen azért, hogy nekik is a következő esztendő, ami rajtunk múlik, a gyönyörűséget, szépséget hozzon, megerősödést hozzon. Hajlamosak vagyunk elkeseredni, és hajlamosak vagyunk nyávogni, meg aggódni a jövőnk miatt mindig, de aztán újra és újra bebizonyosodik, hogy csak rajtunk múlik. Természetesen a fennvaló közreműködését kérve, természetesen a család és a barátok, a társak, a munkatársak, a közösség erejét is igénybe véve, de mégiscsak a legfontosabb az, hogy mi magunk hajlandóak vagyunk-e minden nap egy kicsit jobbak lenni. Abban a reményben kívánok áldott gyönyörű szép új esztendőt mindannyiunknak, hogy ez az erő, ez mindig bennünk legyen, mindig sikerüljön megtalálnunk azt a megoldást, amivel a saját kicsi közösségünket, a családunkat és a nagyobb közösségünket, nemzetségünket és a településünket, városunkat is erősíteni tudjuk. Sok szép dolog vár rám a következő esztendőben, például azt, hogy Kenner Jakab 300 éves születési évfordulóját fogjuk ünnepelni, ami nagyon-nagyon szépen fog összefolyni azzal, hogy mi minden gyönyörűség van ebben a városban, amiért hálát adhatunk az elődeinknek is, meg a fennvalónak is, mert hogy az elődeink nyomdokában járva mindaz a szép és mindaz a nagyszerű, ami körülvesz bennünket, ami ebben a városban föllelhető, arra nekünk kötelességünk most vigyázni, nekünk kötelességünk azt továbbépíteni, és így ebben a sorban Fellner Jakab munkássága egy olyan fénypont, egy olyan nagyszerű középpont, egy olyan origó, amire érdemes odafigyelnünk, amit érdemes most újra tanulnunk és újra felfedeznünk. Van tehát egy ilyen nagyon szép vezérfonal erre a következő esztendőre, és azt reméljük, hogy ez mindannyiunknak egész évre szólóan fog sok-sok élményt is és gazdagodási lehetőséget adni. Néhány nappal karácsony előtt nyitottuk meg Nagy János művész úr kiállítását a Tatai Várban. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki arra sétál, kanyarodjon be, nézze meg Mátyás királyról, Hunyadi Mátyásról készült szobrát, amelyet a művész úr halála előtt fejezett be, és amelyet bronzba öntve láthatunk a Tatai Várban jó nagy méretben. Ezt a Mátyás király szobrot szeretnénk a vár elé majd a felújítás során elhelyezni, nem ezt, hanem ennek a háromszorosát, vagyis hogy azt az erőt is, és azt a történelmi igazságot és történelmi fantasztikus üzenetet, amelyet Mátyás király munkássága, Mátyás király gyönyörű élete mutat mindannyiunk számára, az folyamatosan szintén magunk elé idézhessük, és erőt meríthessünk belőle. Adjon a jó Isten tehát mindannyiunknak egy gyönyörűséges, szép új esztendőt. A kint, a keserbet, a nyavajákat próbáljuk meg levetkőzni magunkról, és gyűjtsünk sok-sok barátot,
sok-sok olyan támogatót, segítséget, akikkel a saját magunk küzdelme is még jobban sikerülhet az idei esztendőben is. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a 100 korú cigányzenekar szereplését, Isten hozta önöket itt újra nálunk Katán. Vannak egyébként közülük néhányan, most nem fogom a neveket elsorolni, akikkel sűrűn találkozhatunk a városban, mert itt-ott felbukkannak rendezvényen, vagy város közkedve éttermében rendszeresen játszanak, ezt is nagyon-nagyon köszönjük, és kívánjuk, hogy legyen nem csak hogy sok örömük ebben a muzsikálásban és annak a kultúrának a terjesztésében, amit a magyar zene, az a nemzetközi zenei hagyomány és kultúra továbbadásában végezzük el, hanem legyen mindig lelki erejük is újra meg újra neki kezdeni, és csak azért is folytatni, és önöknek is jó egészséget kívánunk a következő esztendőre. Isten hozta önöket Katán. Nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok mindannyiunknak. Tavaly májusban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt az Eszterházy kastély. A felújított műemléki épület együttes Tata egyik legnépszerűbb turista célpontjává vált. Kevesebb volt a tűzijáték városunkban szilveszter éjjel, de akadtak olyanok, akik a tilalom ellenére szabályt szegtek. A vadludak helyzetéről múlt hét kedden adtunk bővebb tájékoztatást. Sok ezren fordultak meg a felújított Eszterházy kastély pompás tereiben május óta. Az öreg tó partján álló épületegyüttest nem csak a nyári, de az őszi és téli szezonban is sokan keresték fel. Ennek köszönhető, hogy a tavalyi esztendőt egy nem várt rekord tette szebbé az intézmény munkatársai számára. Elmondhatjuk, hogy december 31-jel átléptük az 55.000. látogatót, úgyhogy ez egy olyan mérföldkőd volt, amit nem is számítottunk. Nagyon-nagyon örültünk neki. Mi sem tudtuk, amikor megvették a jegyet, csak amikor már elszámolás volt. És még itt voltak a kastélyban, amikor megtudtuk, hogy ők azok. Ők kaptak egy Nemzeti Örökségvédelmi Nonprofit Kft. Által üzemeltetett helyszínekre való ingyenes belépést egész 2022-ben. És képzeljétek el, hogy egy család nyerte meg, egy két gyermekes család, akik imádják a kastélyokat, úgyhogy nagyon-nagyon örültek neki. A kastély dolgozói ugyanakkor a programok, rendezvények és foglalkozások sikerességéről is számot adtak, hiszen a szervezett iskolai csoportok is előszeretettel keresték fel a grófi idők örökségét egy-egy tanulmányi kirándulás vagy rendhagyó tanóra erejéig. Közülük is a legtöbben az általános iskola felső tagozatainak és a térség középiskoláinak diákjai. Körükben pedig a foglalkozások közül az úgynevezett interaktív tárlatvezetés volt a legnépszerűbb. Ez azt jelenti, hogy az egész kastélyt megtekintheti az osztály egy látogatás alkalmával, aminek a része egy tulajdonképpen egy tárlatvezetés, de kifejezetten gyerekeknek szóló. A tárlatvezetés keretében pedig a gyerekek aktívan részt vesznek a kiállítás megtekintésében, vannak feladataik, minden érzékszervre kiterjedő feladatok, tehát konkrétan megtapinthatnak dolgokat, megszagolhatnak dolgokat. A múzeumpedagógiai foglalkozások a jövőben a helyi általános iskolákat sokkal nagyobb számban szeretnék megszólítani. A kastély falai között sok rendezvény talált új otthonra, köztük korábbi ismert kezdeményezések és egészen újak is. Szerencsére az idei évben a május 25-én nyitást követően nagyon sokszínű rendezvényeknek volt a kastély a színtere. Bekapcsolódhatunk a kastély fekvéséből adódóan az idei nagy rendezvényekbe, mint például a Tatai Patarába, illetve a Tatai Halászfesztiválba. Ezen kívül számos rendezvény volt a kastély rendezvénytermében, a kastély kertjében, illetve a kastély díszudvarában. Ezek közül az első volt a triatlon verseny, tehát egy igazi sport rendezvényel kezdhettük meg itt a nyári szezont. Ezt követően a barokkfesztivál, illetve a neszmélyi borünnep és a megyei bornap is a kastély kertjében került megrendezésre. Ősszel folytatódtak a saját programjaink, amelyek a Tataváros, illetve a Műtő Alapítványnak a segédletével megrendezésre került hagyományteremtő jelleggel idén először az első tatai jótékonysági est. Az Eszterházy kastély jelenleg az évelei karbantartás miatt nem fogad látogatókat egészen január 17-éig. Január 18-ától pedig a megszokott nyitvatartási rendben várja a kirándulókat.
A szilveszteri időszak mindig az egyik legkritikusabb a vadludak életében. Az üregtó nyugalmát maguk a városlakók is igyekeznek biztosítani, a legnagyobb előrelépést mégiscsak a nagy hang- és fényhatásokkal járó tűzi játékok betiltását előíró rendelet bevezetése jelentette a városban. Látványos eredményeket már rögtön az első esztendőben tapasztaltak a természet szeretők, és a ludak jellemzően azóta is jóval többen maradnak tatán, mint a tiltást megelőző időszakban. Mindig vegyes érzelmekkel fogadjuk a szilvesztert, hisz egyrészt volt egy kiváló szezonunk, tehát az őszi szezonra nem lehet egy rossz szavunk se. Az eddigi évtizedek legsikeresebb, legszebb vadlúd szezonját könyvelhettük el. Rekordokat döntögetett a számuk. Magát a szilvesztert is úgy láttuk, hogy így, hogy a körülbelül 60%-uk kitartott a tavon, ez egy 13 ezres mennyiség, ami itt maradt. Tehát ilyen szempontból beleillik abba a sorba, hogy az előző évek szerint jól vizsgáztak a tataiak is, meg hát a vadludak is jól vészelték át a szilveszter éjszakát. Tehát amióta megvan a rendelet, azóta össze sem lehet hasonlítani a korábbi időszakhoz képest. Ami viszont aggályos vagy aggasztó, hogy a ludak viszont a mai nap eltűntek. Néhány száz lud maradt itt, és hát, hogy ez most az időjárás, tavaszias időjárással is összefügg-e, vagy egyszerűen a tűzijáték okozta sok miatt csak két napot gondoltak itt tartózkodni. Ezt most még keresünk ennek az okát. A természetvédők a következő napokban bejárják a környék azon vízes élőhelyeit, amelyet a vadludak rendszeresen használnak, hogy megtudják, az öregtavi csapatok merre szóródtak szét. Általános tapasztalat ugyanakkor, hogy a rendeletet így is néhányan rendszeresen megszegik, mert egyre kevesebben vannak, akik az óév búcsúztatást nem tudják elképzelni tűzijáték nélkül. Kevesebbet kellett csatározni különböző kommentelőkkel. Ennek ellenére azért sajnos a tó közelébe is jutottak illegális tűzijátékozók. A polgárőrségnek, rendőrségnek, meg hát az önkénteseinknek hála, ezeknek a nagyobb részét sikerült időben tetten érni. Ennek a folyamánya részben az volt, hogy elmenekültek, és tehát tudták, hogy tilosban járnak. A másik része, hogy egyáltalán demonstratíve itt voltunk a tóparton, és így magunk is érzékeltük, hogy több csoportnak a tűzijátékozását hiúsítottuk meg. Tehát a legérzékenyebb pont minden esetre természetesen az öregtó közvetlen környéke. Öregtótól távolabbi utcákban is hát meglehetősen vehemens tűzijátékozások is zajlottak. Ezeket be tudtuk azonosítani, hogy hol vannak, hol voltak ezek. Abba hagyták a fellépésünkre ezeket a tűzijátékozásokat, de valahogy a következő években sokkal nagyobb elánnal kell ennek érvényt szerezni, ennek a rendeletnek. Védett eurázsiai hódok telepedtek meg Tatán az elmúlt években. A rágcsálófaj azonban a fák kidöntésével és a hódgátak építésével egyre több gondot okoz a városnak. Minden évszakban, így télen is nagy népszerűségnek örvend a fényes tanösvény. A természeti értékekben gazdag helyszín vonzerejéről múlt hét szerdán láthattak összefoglalót. Megsebzett, kidöntött fák és a belőlük épült vár. Legnagyobb rágcsálónk az eurázsiai hód tette magáévá ezt a területet a város közelében. Az egyébként őshonos faj a 19. századra szinte teljesen eltűnt hazánkból, az elmúlt 25 év visszatelepítési programjainak köszönhetően egyre több helyen bukkannak fel. Tatán a legelső hódcsaládot a fényes fürdő területén jegyezték fel, azóta egyre több helyen találkozni velük. Sikersztori természetvédelmi szempontból. Nyilván vannak árnyoldala is, árvízvédelmi szempontból nem feltétlenül. Az a jó hír, hogy korábban ugye a hód a vizes élőhelyeket kedvelte, és Tatán elég sok vizes élőhelyet talált magának, tehát szimpatikus a városnak, itt több hódcsaládról is beszélhetünk. Most már a fényestől egyre közelednek a város felé. A fényes menti rétek a Réti 8-as tó környezetében, az Általér mentén, a testvérvárosok parkjánál is szerintem sok horgász meg tud erősíteni benne, hogy szokott hódot látni. Mivel természetes ellensége nincsen, a populáció térnyerését figyelemmel kell követni. Az eurázsiai hód védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, így az esetleges problémákat áttelepítésekkel lehet megoldani. Lehetőség szerint vissza kellene szorítani, hiszen gátokat épített már akár a Zrínyi utca mögött, akár a Réti 8-as tó környezetében, folyamatosan küzdünk velük.
amit mi egyik nap elbontunk, azt ő a másnapra visszaépíti, úgyhogy próbáljuk elhordani azokat a fa darabokat, amikből ő ugye építi a várat. A réti 8-as tónál a kilátó környezetét önti el folyamatosan vízzel, illetve egészen az újúti árokig visszadúzzaszt. Volt ugye a Jávorka iskolának a hátsó focipályája mellett a csapadék csatornát fölnyitva is találtunk már hódot. Tehát elég jól alkalmazkodik a városi léthez. Veszélyben nem vagyunk, de azért oda kell rá figyelni. Vannak ezek a területeink, amiket folyamatosan monitorozunk, folyamatosan figyelünk. Másik nagy probléma ugye a testvérvárosi parknál is jól megfigyelhető, hogy puhafák már nagyon nincsenek. Amit még nem rágott körbe, azt ugye már kidöntötte korábban, és ugye az egyre nagyobb fákat is próbálkozik kidönteni. Reméljük, hogy nagyobb bajt nem fog okozni, és reméljük, hogy sikeres lesz ez az áttelepítési akciónk. A járványügyi helyzettel összefüggésben már korábban tapasztalták a turizmusban érintett szervezetek, hogy felértékelődött a szabad levegőn és a különleges természeti környezetben töltött időértéke. Mi sem példázza ezt jobban, mint a fényes tanösvényt 2021-ben felkereső látogatók száma, hiszen soha ennyien nem töltötték idejüket szívesen a Láperdőben. A látogatók nagyon kedvelik, és én néztem is egy kis statisztikai adatot. Az elmúlt évben több mint 119 ezer vendég látogatta meg a tanösvényt, úgyhogy ez egy rekord évnek volt mondható. Részben nyilván a járványügyi helyzet is hozzájárult, meg hát az is, hogy egyre népszerűbb a tanösvény, egyre több reklámfilm jelenik meg róla, a turisztikai ügynökség készített kampányfilmet, blogok és hírek minden szinte hetente. Annál is inkább, mert a tatai fényes, az minden évszakban nagyon szép. Kiváltképpen például ezeken a deres zúzmarás reggeleken, úgyhogy bízunk benne, hogy most a tél még lesz olyan erős, hogy ilyen havas képeket is tudunk majd itt készíteni, vagy egyáltalán megszemlélni ezt a csodálatos növény- és állatvilágot, ami tényleg minden évszakban különleges és egyedi. A langyos forrásvidék a diákcsoportok körében is közkedvelt volt. Itt több népszerű programot folytatnak a városkapu munkatársai, de idén újdonságokat is terveznek. Egyrészt, mert a szabadban tölthetik az időt, a gyerekek számára ez nagyon fontos, hogy ne legyenek azok a kötöttségek, szaladgálhatnak, élvezhetik a természetet, és ezen kívül a látogatóközpontunk kínál olyan gyerekeknek szóló foglalkozásokat is, ahol szórakoztató módon jutnak ismeretekhez is a diákok. A diákok számára a Zöld Detektív program a jövőben is fogadja az érdeklődőket és a vendégeket. Természetesen a csoportos látogatásra is lehetőség van, amikor szakvezetővel lehet végig sétálni ezen az 1350 méter hosszú szölöp sétányon. És amit még szerettem volna elmondani, mert ez a nem régiben megvalósult fejlesztésünk, a korábbi 18 állomást felbővítettük, és most már 43 információs ponton tájékoztatjuk és informáljuk a vendégeket. Megújítottuk a fotókat, tényleg nagyon csodálatos képek várják az ide látogatókat, és sok-sok érdekes, hasznos információ is egyúttal a tanösvényről. Tatai házi orvosok is csatlakoztak a januári oltási akcióhoz. A szakrendelők mellett a kórházakban is igényelhető az első, második vagy a harmadik körös vakcina. Pozitívan zárta az évet a Tatai Sporthorgász és Természetvédő Egyesület. Az idei tervekről január 6-án hallhattak bővebben. Az eddigi oltási akciók sikerére és az Omikron vírus variáns magyarországi megjelenésére való tekintettel januárban minden csütörtök és péntek délután, illetve szombatonként oltási akció lesz a kórházi oltópontokon és a járásközponti szakrendelőkben. Ezeken a napokon előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíni regisztrációval lehet menni, akár az első, akár az elmaradt második vagy a megerősítő harmadik oltásra. Továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat, akik már 4 hónapnál régebben kapták meg a vakcinát. A központi oltópontokon továbbra is 5 vakcina közül lehet választani, a kijelölt időpontokban a 12 év feletti korosztályt fogadják. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A minél szélesebb körű átoltottság érdekében a házi orvosok is tartanak oltási akciónapokat az új év első hónapjában. Elsőként dr. Cseh Tamás, az egyes körzet felnőtt házi orvosa január 7-én és 8-án.
A pandémia tekintetében egyaránt nehéz időszaknak minősült a 2020-as és 21-es esztendő. A járványügyi előírásoknak eleget téve azonban rendszeresen jelentkezett versenyekkel a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület. A nevezők legnagyobb örömére kapásokban sem volt hiány, ezt a sikert azonban minden évben komoly munka előzi meg. A 2022-es évre vonatkozóan pandémia most is fönnáll. Ezzel számolnunk kell továbbra is. Bízunk ugyanakkor abban, mint ahogy a 2021-es évben is volt a MOHOSZ, ezt a sporttevékenységet, magát a horgászatot, ezt egy szabadidős egyéni sporttevékenységnek minősítette, így gyakorlatilag ugyan korlátozásokkal, de folytathattuk egész évben. 2022-es évben bízunk benne, hogy talán még kisebb, kevesebb korlátozással, de ugyanígy sikeres évet fogunk majd megkezdeni, illetve hát egy év múlva tudjuk azt mondani, hogy ez is eredményes évünk volt. A 2022-vel kapcsolatban, ugye a horgászok számára a legfontosabb az, hogy legyen hal. Nos, nyugodt szívvel és tisztel lelkiismerettel mondhatom, hogy van hal. Ebben az évben is sikerült több mint 100 mázsa halat a vízbe beletelepítenünk, csak a Cseketóba. A másik két vízünkről, az Általéről és a Fényes Patakról kevésbé mondhatom el ezt, de oda is telepítettünk nem kevés, oda való halat. Külön kiemelném a telepítések kapcsán, hogy mint idáig ugye a fő halfajtánk az a ponty volt, idén sikerült eljut, de bocsánat, tavaly olyan közel van még, sikerült 10 mázsa keszeget a vízbe telepíteni, ami nagyon komoly fegyvertény, annál is inkább, mert az országban nem lehet kapni keszeget. Éppen úgy, mint ahogyan süllőt, ami azért azt mondjuk, hogy a horgászható halfajták között egy igen értékes halfajta, csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy az ára kilónként 5000 forint plusz áfa, tehát valóban, de egyébként horgász értékét tekintve is egy jelentős halfajta. Tehát 10 mázsa, több mint 10 mázsa süllőt is telepítettünk. Várhatóan a tavaszi évben fogunk telepíteni még egy olyan pontykárászt, egy F1-esnek hívják ezt szaknyelven. Ez egy vegyes halfajta, ami ugyancsak kitűnő horgászhal, elsősorban az úszós horgászoknak igyekszünk ezzel a kedvébe járni. Nos, minden korosztályból, tehát a 60 dekástól a 18 kilósig mindenféle pontyot telepítettünk tavalyi évben a vízbe, mint említettem, volt 100 mázsát, több mint 100 mázsát, tehát a horgászok nyugodt szívvel várhatják a szép eredményeket. Az egyesületünk vezetősége idén is belátva azt, hogy a horgászoknak igen jelentős igénye van a horgászversenyekre, idén is több versenyt fog csinálni, majdnem mondhatnám, hogy havonta egyet biztos, de nem így lesz az eloszlás, tekintettel az időjárási körülményekre, de 10-12 versenyt tervezünk ebben az évben is. 1995-ben alakult meg a Tatai Népfőiskolai Társaság. Az intézmény Magyari Zoltán szellemi öregségét igyekszik életben tartani, így ünnepséggel emlékeztek meg az egyesület évfordulójáról. Nagy érdeklődésre tett szert múlt hét pénteken a vízkeresztnapi koncert, a hangversenyen helyi növendékek léptek színpadra. Magyari Zoltán a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője volt, a tatai születésű egyetemi tanár köztisztviselő nevéhez számos tudományos munka kötődik, ugyanakkor neki és kollégáinak köszönheti a város a Tatai Népfőiskola megalapítását is. Mai napig hat az ő tudásának, tanításának minden egyes eleme, hiszen a gyakorlati tapasztalatok felhasználása mellett a legkorszerűbb elméleti szervezési közigazgatás tudományi iskolát tudta megvalósítani Magyari Zoltán. Ha bele gondolunk ma is a mindennapokba, a COVID-helyzetbe pont hasonló szituációban kell helytállni, tehát egyszerre kell a gyakorlati tapasztalatokat hasznosítani, és ez mellett a tudomány legkorszerűbb ismereteit figyelembe véve meghúzni az elméleti döntéseket, és egy nagyon komoly szervezési logisztikai feladatokat ellátni. Tehát méltán jelenthetjük ki róla, hogy évtizedekkel megelőzte a korát, és egy olyan modern közigazgatás tudományi rendszert hozott létre, amire nem csak Magyarország, hanem a nemzetközi közigazgatás
közigazgatás tudomány is büszke lehet. A Tatai Népfőiskola 1940 és 44 között működött a városban, néhány év alatt pedig jelentős eredményeket ért el. Később Magyari Zoltán nevével fémjelezve alakult újjá, amely szervezet nem csak Tatán, országszerte hírnevet szerzett a benne folyó színvonalas munkával. Úgy is mondjuk, hogy első állami népfőiskolaként működött. Ugye két világháború között elég zaklatott körülmények között tudta ezt megtenni. Elkezdték a bentlakásos képzést is, és nem csak a szakmára tették a hangsúlyt, tehát nem csak a parasztságnak a szakmai tudását emelték, hanem a művelődését, identitását. Azt különböztette meg a többi a hazai és észak-európai népfőiskolától, hogy amikor végzősök elhagyták a népfőiskola kereteit, akkor nem engedték el a kezüket 98-tól kezdve. Pontosan annak érdekében, hogy minden területet érinteni tudjunk, így a fiatalokkal is foglalkozik az Egyesület, és ebből adódóan azt gondolom, hogy méltó módon vagyunk a utódai az elhíresült és nagyon jó hírű, rövid életű, tehát jó hírű Tatai Népfőiskolának, és bízom benne, hogy föntről ránk tekintenek, akkor büszkék arra, hogy mi itt tevékenykedünk, és folytatjuk, remélhetőleg még sok-sok évig ezt a munkát tovább tudjuk folytatni. A Menner Bernát Zeneiskola közel 100 növendéke és pedagógusa készült már szeptember óta rendszeres próbákkal a Vízkereszt vagy amit akartok koncertre. A hangversenynek csak úgy, mint újévi társának nagy hagyományai vannak a városban. A diákok idén is színes repertoárral üdvözölték az ünnepet. A program kezdetén Mih József polgármester osztotta meg köszöntő szavait. Igyekszünk a városban az elmúlt évek is talán szép példákat mutattak arra, hogy a kultúra városa is lenni. Tata városa és a járásunk az elmúlt esztendő végén jelent meg az a kutatás a Takarékindex részéről, amely azt mutatta, hogy Magyarország 172 járásából az ötödik legélhetőbb város és járás az a Tatai járás. És a mérések között, a különböző szempontok között a kultúra is kiemelkedő helyen szerepelt, és jó érzés az, hogy a városban működő kulturális egyesületeink, említhetjük a Kenderkét, a Pötörkét, művészeti iskoláink, a Menner Bernát Zeneiskola művészeti iskola, vagy most már a Peromuzik művészeti intézményünk is. Egyre több olyan intézmény van, a sok-sok kórusunk mellett, a hivatalos formák is, a Városkapu ZRT-nk, vagy a Rendház Kft-nk, amelyek külön is szerveznek kulturális programokat. Szóval sok-sok olyan lehetőséget igyekszik a város kínálni, amelyben a kultúrát szeretők és azok, akik szeretnének itt Tatán kikapcsolódni, nem kell elutazniuk messzire, hanem itt is élvezhetik. Én szeretném hálásan nekik is megköszönni az elmúlt év áldozatos munkáját. Óriási munka van az mögött, hogy ma a fiatalok itt fölléphetnek, és minden ilyen előadás mögött hatalmas munka van, amit mi nem látunk, a szülők azok igen, a kedves szülők, ők tudnak minden részletet, hiszen minden aprósággal hozzá kell segítsék a gyermeküket, hogy itt a fellépés az jól sikerülhessen. Nagy-nagy köszönet a pedagógusoknak, minden művészet pártolónak és segítőnek az elmúlt évi sok-sok szép eseményért. Az új esztendőre sem kívánhatunk mást, mint hogy minden mellett, és elsősorban a pandémia megszűnte mellett, a legnagyobb kívánságunk egész biztos, hogy erre az esztendőre is csak az lehet, hogy az év kezdetén szokásos boldogság kívánás az meg is valósuljon, és mindegyikünk a maga családjában, kicsi közösségében és itt a városban is azt az örömet, azt a megnyugvást, azt a békességet, azt a biztonságot érezhesse, amiben az elmúlt esztendőben is részünk lehetett, mondom, levonva a pandémia okozta sok-sok súlyos nehézséget, gondot, betegséget és azt az áldozatos munkát, amit ez is kellett, hogy ehhez is kellett, hogy megtegyünk. Jóisten éltesse Tatát, boldog, áldott, szép új esztendőt kívánok!
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök január 10-én hétfő este a Tatai Televízió Tallózó műsorát láthatták. Tallózóval legközelebb jövő hét hétfőn jelentkezünk. A viszontlátásra!